Bombariadó Nyíregyházán. A városházát, a megyeházát és a bíróság két épületét is kiürítették a rendőrök. Bombát sehol sem találtak. Alapkőletétel, Európai Uniós támogatásból és saját forrásból több mint 1 milliárd forintból építenek ki új generációs internethálózatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Születéshete, a várandós érdeklődők megnézhették a szülőszobákat, tájékozódhattak az alternatív szülési lehetőségekről és a papás-mamás szülésről is a Józsa András Oktatókórházban. Bombariadóval indult a nap Nyíregyházán, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A városházát, a megyeházát és a bíróság két épületét is kiürítették a rendőrök. Információink szerint bombakereső kutyák segítségével vizsgálták át az épületeket. Sehol nem találtak bombát, és a munka is fennakadás nélkül folytatódhatott valamennyi intézményben. Egyedül a nyíregyházi törvényszéken maradt el egy tárgyalás. Bombariadó miatt több belvárosi épületet kellett kiüríteni Nyíregyházán péntek reggel. Nem sokkal 8 óra után a Kossuth tér is megtelt a városházi dolgozókkal, hiszen többek között a városházát is kiürítették. Az épületet rendőrök biztosították, senkit nem engedtek be. A megyeházánál is bombariadó volt, valamennyi ügyfél és dolgozó a Hősök terén az épület előtt várakozott. Ott a megyeházi biztonsági őrök és a rendőrök biztosították a helyszínt. A törvényszéket is kiürítették, több rendőrautó állt reggel az épület előtt. 8 óra 5 perckor a rendőrség vonult ki hozzánk nagy erőkkel. Állítólag odaérkezett az információ, hogy bejelentés arról, hogy nyíregyházi közintézményekben, így a bíróságon is bombát helyeztek el. A rendőrség, amikor kivonult nagy erőkkel, megkezdték az épület átvizsgálását. Ehhez a bíróság dolgozóinak, illetve az ügyfeleknek el kellett hagyni az épületet. Információnk szerint ez az egész egy olyan 3/4 óráig tartott. Tudni kell azt, hogy a Toldi utcai bírósági épületbe is megjelent a rendőrség. Ott 8:45-től tartott az épület átvizsgálása, ott egy szűk órát vett ez igénybe. Nyilván az lehetett az elkövető szándéka, hogy megzavarja a bíróság működését, de jelentem, túl sok haszna nem lehetett, mert egész pontos információt tudok arról mondani, hogy a Bocskai úti épületben 8:30-től 8 tárgyalás volt kitűzve, és ezeknek döntő részét megtartották. Információm szerint egyetlen egy tárgyalást tudták olyan módon megzavarni, hogy az elmaradt. A megyei rendőrfőkapitányság interjút nem adott, az esettel kapcsolatosan telefonon annyit mondtak, a bejelentés kacsa volt, egyik nyíregyházi épületben sem találtak bombát. Európai Uniós támogatásból és saját forrásból több mint 1 milliárd forintból építenek ki új generációs internethálózatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A beruházás az Ibrányi, a Csengeri és a Mátészalkai járást érinti. A hálózatfejlesztés során összesen 290 km hosszú optikai kábelt használnak majd fel annak érdekében, hogy elérhetővé váljon a legalább 30 megabit per szekundum gyorsaságú internet. Alapkövet helyeztek el péntek délelőtt Mátészalkán. A most induló beruházással minimum 30 megabit per szekundumos letöltési sebességet ígér az internetszolgáltató a lakosság és az intézmények számára egyaránt. Rengeteg földmunkával járó beruházásról van szó, ugyanis mindent földbe pakolunk. A nagy szolgáltatókkal sokszor ellentétben, illetve az ország szolgáltatóival ellentétben. Biztonságos, jó hálózatot építünk, döntő részben optikai hálózat, amely reméljük időtálló és hosszú távon bővíthető lesz. A beruházás összértéke közel 1,3 milliárd forint. Ezt az összeget Európai Uniós támogatásból és saját forrásból biztosítja a szolgáltató. Utóbbinak köszönhetően olyan fejlesztések is megvalósulnak majd, amelyek a meglévő előfizetőknek is kedvez, modernizálják a hálózatot. A 21. században egyre inkább digitalizálódik a világ, ezzel a fejlődéssel pedig lépést kell tartani.
munkahelykeresésben, a munkavállalásban, az vállalatok működésében gyakorlatilag felsorolhatatlan, hogy hány területén jelent ez komoly előrelépést. Mántészakán egyébként a helyzet a járáshoz képest jó, hiszen itt mindössze 200 lakást érint ez a beruházás, de hát legyünk őszinték, ügyfélfogadásokon én is nehezen adok arra választ, hogy miért pont az a 200 család maradt ki a lehetőségekből, az internetes, digitális forradalom áldásaiból, és nagyon örülök, hogy most már ezekbe a háztartásokba is eljut. Az összesen 290 kilométer hosszú optikai kábel közel 9000 lakossági, mintegy 500 üzleti felhasználót ér majd el, valamint további 93 közintézményben is biztosítja majd az internetszolgáltatást. Szinte a teljes lakosságot el tudjuk érni szélessávú földkábellal, ahogy mondjuk. Eddig egy része ennek a kis térségnek optika, illetve rádiós rendszerű volt, wifi rendszerű volt. Azt gondolom, hogy ez most új fejlődési szakasz, és ahogy igazgató úr mondta, nincs vége, hiszen a technológia fejlesztések és az optikai kábel szélessége az lehetőséget ad arra, hogy még a 30-tól is akár 100 vagy akár 1000 megabit per szekundumos sebességre menjen, és ez beláthatatlan lehetőséget biztosít azoknak a gazdasági cégeknek, elsősorban ami logisztikai feladatot old meg, hiszen egy kattintás is már Németországból jöhet az áru. A beruházást a tervek szerint 2018 végén befejezik. A szolgáltató azt ígéri, a jelenlegi előfizetők semmit nem fognak érezni majd a munkálatokból, a hálózat működését nem zavarja majd a fejlesztés. Nyílt nappal várta a nyíregyházi kórháza kismamákat, a várandós érdeklődők megnézhették a szülőszobákat, tájékozódhattak az alternatív szülési lehetőségekről és a papás-mamás szülésről is. A születés hete alkalmából szervezett nyílt napon elhangzott, országos viszonylatban a József András Oktatókórházban születik a legtöbb gyermek, évente mintegy 3500-3600. Ebben az épületben működik a nyíregyházi kórház szülészetnőgyógyászati osztálya, itt évente mintegy 3500-3600 gyermek születik. Az egészségügyi szakemberek azt tapasztalják, sok esetben információhiányuk van a szüléssel kapcsolatosan a kismamáknak és párjaiknak, ezért szervezték meg idén is nyílt napjukat. Az érdeklődők, fiatal egészségügyi tanulók és leendő anyukák a szülészeti osztályon többek között az alternatív lehetőségekről is tájékozódhattak. Mit nevezünk alternatív lehetőségnek? Azt nevezzük, hogy úgy vajulik a kismama, hogy szeretne. Ez már régen így van nálunk. Nem muszáj feküdni, de ha ő úgy érzi, akkor lefekszik. Ha a sarkán szeretne vajulni, ha szeretne egy kis zuhanyzást a vajudás köré, vagy esetleg vízben szeretni a vajudás nehéz perceit véghez vinni, vagy éppen a párjával szeretne együtt egy labdán üldögélni, vagy zenét szeretne hallgatni. Annyi lehetőség van, hogy nem is találok, vagyis nem is jutok a végére. De mi várjuk őt, és meg fogjuk hallgatni, amit őt szeretné, és mi megmutatjuk, hogy mit tudunk majd kínálni ezekből az alternatívákból. A nyílt napon szoptatási tanácsokat is hallhattak az érdeklődők. Második generáció nő úgy föl, hogy közvetlen környezetében nem lát szoptatott anyát. Ezért van szükség a nőknek, az édesanyáknak, a szoptatásnak a segítségére. A laktogenezis folyamatát, az egész tejtermelés beindításának a folyamatát meséljük el, mondjuk el, segítünk nekik. A szoptatási testhelyzeteket, hogy igazából mindig egyénre szabott tanácsokat szoktunk adni, mert ez anyukának, pici babának ilyen tanács, következő anyukának olyan testhelyzet, az, ami beválik a táplálkozásban, a szoptatás alatti táplálkozásban, és az egészben, hogy az anyasággal ő hogy lesz anya, a szoptatással együtt, ebben segítünk nekik. Az érdeklődők több szülőszobát is megnéztek, és az újszülött osztályra is beleshettek. Eddig több mint 470 ezeren küldték vissza a nemzeti konzultáció kérdőíveit, jelentette be Vinnai Győző és Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselői pénteki sajtótájékoztatójukon. A kormánypárti politikusok hangsúlyozták, a 6 kérdést tartalmazó kérdőívet május 6-áig kapják meg az állampolgárok postán, és visszaküldési határidőig május 20-áig azonban interneten is ki lehet ezt tölteni. Vinnai Győző elmondta, ez az 5. nemzeti konzultáció, amelyet 2011 óta elindított a kormány. A célja pedig az, hogy Magyarország Brüsszellel szemben továbbra is saját maga intézhesse ügyeit, és megvédje nemzeti függetlenségét.
A bevándorlásról szóló 2015-ös konzultációs kérdőjelet több mint 1 millió magyar választópolgár küldte vissza. Ez azért fontos, mert szeretnénk tudni az emberek véleményét, hiszen a kormány és a kormánypártok véleménye egyértelmű. Nem akarjuk a kötelező kvótát, amit Brüsszel szeretne június végéig elfogadtatni. Nem akarjuk, hogy eltörölje Brüsszel, a brüsszeli bürokraták hatalmi törekvéséből következően a rezsicsökkentést. Nem akarjuk, hogy uniós hatáskörbe kerüljön az adópolitika. Szeretnénk ezt nemzeti hatáskörbe tartani. Meg szeretnénk védeni a munkahelyteremtő törekvéseinket, nevezetesen a munkahelyvédelmi akciótervet. Újabb áprilisi fagykár okoz problémát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus szerint nem segítik kellő mértékben a kárt szenvedett gazdákat, így a mezőgazdasági kárenyhítési alap megváltoztatása lenne célra vezető. Jelenleg legjobb esetben a károk 5%-át tudják enyhíteni, és hát még a szezon elején vagyunk, ugye az idén már a jégverés, illetve a viharkárok előtt beütött a tavaszi fagy, most április közepén, ez már nagyon jelentős hátrányt jelent és nagy károkat okozott a megyei gazdáknak. Éppen ezért ennek a kárenyhítésnek a szabályait alapjaiban kellene megváltoztatni, és nem kellene elbújni Brüsszel mögé, mert Brüsszel tekintetben nem köti meg a magyar kormány kezét, ha meg esetleg mégis, akkor ezen a téren kellene mondjuk megállítani Brüsszelt, tehát ezzel mi is egyetértünk, hogy itt tényleg akkor meg kell állítani a brüsszeli álmokfutást, hogy a saját gazdáinknak a saját szabályaink szerint tudjunk megfelelő segítséget nyújtani. Nyíregyházára érkezett a mobil digitális iskola utazó iroda konténere, amely digitális eszközökkel, többek közt notebookokkal és okostáblákkal segíti a köznevelési intézményben tanuló diákok informatikai oktatását. A 15 helyszín 10. állomása az apácai iskola volt. Így néz ki a Mobidik program utazó iroda konténere, amelyet ezen a héten az Apácai Csere János Általános Iskola udvarán állítottak fel. A diákok a délelőtti 5 tematikus órán, valamint a délutáni szakkörökön a notebookok segítségével 3D-ben nyomtathattak, elsajátíthatták a LEGO robotikát, a pénzügyi tudatosságot, a programozást és megismerkedhettek a fenntarthatóság fogalmával. A programhoz egy kutatás is kapcsolódik, amelyben a gyerekek digitális eszközhasználati szokásait vizsgálták. A gyerekek 80%-a gyakorlatilag online a neten van. Az eszközök, amiket használnak, a tablet, a mobiltelefon, az a mindennapi életüknek a része. És ha ezt elfogadjuk, és valóban ez a valóság, hogy ez így van, akkor az a célunk, hogy ezeket az eszközöket tudatosan tudják használni. Tehát ne csak arra használják, hogy YouTube filmeket néznek vagy játszanak, hanem valóban értelmes tartalmat és értelmes tudást is ezeken keresztül el tudjunk juttatni hozzájuk. A 15 állomásból álló program 10. helyszíne volt Nyíregyháza. A gyerekek örömmel fogadták és használták a figyelemfelkeltő konténert. Szerencsés helyzetben voltunk, hogy komolyra fordítsam a szót, hiszen a programmal a POK-tól kaptunk egy felkérést, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megkapnánk a Mobidik lehetőségét a konténerbe. Ez minden megyében egy-egy településen, éppen mi leszünk a 10. állomása, illetve most már mondtam, hogy voltunk a 10. állomása az országban. A Mobidik többek közt Egerbe és Balassagyarmatra is ellátogat, a tanév végén pedig az országos Erzsébet táborokba költözik, ahol további több száz gyermek ismerkedhet meg a modern digitális eszközökkel. 25 évvel ezelőtt az akkori köztársasági elnöktől, Göncz Árpádtól kapta vissza városi rangját Újfehértó. Ezt a titulust először még 1836-ban kapta meg a település, hangzott el a városnapi ünnepségen. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára minden adottsága megvan a településnek, amely egy Európai Uniós kisváros sajátja. Térzenével indult a városnapi ünnepség Újfehértón. A helyi fúvós egyesület előadása nyitotta a rendezvényt. Újfehértó negyed évszázada kapta vissza városi címét, azóta sokat fejlődött a település annak érdekében, hogy nyugodt és élhető legyen az ott élők számára. Nagyon szeretem Újfehértót, mert hát itt elég sok mindent lehet csinálni, szóval elmehetek uszodába, tudok biciklizni, nem olyan nagy a forgalom, szóval itt nyáron is rengeteg szabadidős programokat tudok csinálni, szóval nagyon szeretek itt élni, és nem költöznék el. Az ünnepségen átadták és felszentelték az 1956-os emlékművet, amelyet a büszkeség pontjának, a szabadság szimbólumának nevezett a település polgármestere.
Az elmúlt 25 évben nagymértékben korszerűsödött a város. 92-ben, amikor megkaptuk újból a városi címet, akkori Gönc Árpád köztársasági elnök úrtól, úgy kell elképzelni, hogy még a telefonközpontban a kisasszony dugta a vonalakat. Hát ehhez képest éppen épül a szélessávú internet most Újfehértón. Nagyon-nagyon sok infrastruktúrális beruházásnak kellett megvalósulni ahhoz, hogy igazából a tárgyi feltételeket meg tudjuk biztosítani, és nyilván ezzel párhuzamosan elindult egy olyan közösségi élet a városban, amire én rendkívül büszke vagyok. A városi rangot először 1836-ban kapta meg Újfehértó, akkor még mezővárosként. Azóta az iparosodás felé is nyitott, a beruházások folyamatosak a településen. Egy feltörekvő település. Mára, hála Istennek, az összes olyan infrastruktúra rendelkezésre áll, ami egy Európai Uniós kisváros sajátja. Éppen most kezdődött el a Torna Centrum, a sportcentrumnak az építése, ami még nagy hiátus volt a városban, hogy őszinte legyek. A Nemzeti Összetartozás kormánya jóvoltából több mint 600 millió forintos költséggel fog megvalósulni. A rendezvényen Újfehértó városért díjat kapott a település szülöttje Takács Mihály, aki jelenleg a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetője. Sportkarrierje a Szabolcs megyei városban kezdődött. Az ünnepség legrangosabb kitüntetését, az Újfehértó város díszpolgára címet egy helyi kereskedelmi cég alapítója, Pap Sándor Dezső kapta. Korábban már kétszer is elnyerte a megyei évvállalkozása díjat, de festőként is maradandót alkotott. Életpályáját ismerték el ezzel a díjjal. Fel se tudom fogni jó formán, hogy egy óriási dolog. Számtalan, hát nem számtalan, de nagyon sok kitüntetést kaptam életem folyamán, különböző díjakat, de hát ez a legnagyobb megtiszteltetés, hogy az a közösség, ahol élek, a nagy család, az elismeri a munkámat. Nem is gondoltam rá, én csak dolgoztam. Nagyon-nagyon meg vagyok lepődve, meg vagyok hatódva. A városnapon Újfehértó régészeti emlékeit is bemutatták. A Szikes kincsei elnevezésű tárlaton a településen és környékén talált leleteket láthatják a látogatók. A kiállítás ideje alatt az újfehértói veretes tarsolyt is megtekinthetik az érdeklődők. Ez azért is fontos nekünk, mert igazából nagyon sok olyan logója van a városunknak már, akár az értéktárnak a logója, akár a helyi termék, amely ennek a mintának az alapján készült el, vagy akár a helytörténeti gyűjteményünknek a logója is ebből építkezett. Ezt a másik értékes leletet most először láthatja a közönség. Ezeket a bronzkori tárgyakat 2003-ban találták a régészek. A tárlat október közepéig látogatható a non-profit közösségi szolgáltatóházban. Egyik nyíregyházi versenyző sem jutott tovább a tekézők kelet-magyarországi döntőjéből. Az Úszdon megrendezett viadalon Mogyorósi Péter a 22. Finta Zoltán pedig a 25. helyen végzett. Az NTK szombaton Győrben zárja a bajnokságot. Úszd adott otthont a tekézők kelet-magyarországi döntőjének, ahonnan az országos fináléra kvalifikálhatták magukat a továbbjutók. A budapesti selejtezőből érkezők, valamint a szegedi, szolnoki, szegvári szuperligás csapatok játékosai mellett Finta Zoltán és Mogyorósi Péter képviselte a nyíregyházi színeket a 40 tekézőt felvonultató mezőnyben. Innen 12 játékos jutott tovább az országos nagy döntőbe, ami majd május végén lesz. Sajnos el kell mondani, hogy most nyíregyházi játékos nélkül fogják ezt a döntőt megrendezni, ugyanis a Mogyorósi Péternek az 550 fája, míg nekem az 542 fám csak a 22. és a 25. helyre volt elegen. Azt lehet mondani, hogy nagyon szoros volt ott a továbbjutók mezőnye. Ha hozzáteszem, hogy Petőnek is egy 15 fám múlott a továbbjutás, akkor látszik, hogy mennyire sűrű volt a továbbjutás utáni mezőny. Sajnos nem sikerült, bennünk volt abszolút mindkettőnkben a továbbjutás lehetősége. A nyíregyházi tekeklub játékosai a hétvégén a Szuperliga utolsó fordulójában Győrben lépnek dobóállásba. Mindkét csapat számára már ez egy levezető mérkőzésnek minősül, a Győr csapata a negyedik helytől sem előrébb, sem hátrébb nem tud végezni, míg a mi csapatunk számára a 7.-9. hely környékét lehet még megcélozni, jelenleg a 9. helyen állunk rosszabb szettarányunknak köszönhetően. Úgy gondoljuk, hogy ha egy szoros 5-3-at tudnánk kivívni a Győr otthonában, akkor talán egy helyen előrébb tudnánk lépni, de azt lehet mondani, hogy már abszolút tét nélküli ez a mérkőzés, úgyhogy valóban egy örömjátékra, egy levezető mérkőzésre van kilátás mindkét csapat számára.
A nyíregyházi együttes továbbra is nélkülözi a sérült Szlovenszky Tibort, rajta kívül teljes kerettel utazik a szezon utolsó meccsére az NTK. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bombariadóval indult a nap Nyíregyházán. A városházát, a megyeházát és a bíróság két épületét is kiürítették a rendőrök. Információink szerint bombakereső kutyák segítségével vizsgálták át az épületeket. Sehol nem találtak bombát, és a munka is fennakadás nélkül folytatódott valamennyi intézményben. Egyedül a nyíregyházi törvényszéken maradt el egy tárgyalás. Európai Uniós támogatásból és saját forrásból több mint 1 milliárd forintból építenek ki új generációs internethálózatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A beruházás az Ibrányi, a Csengeri és a Mátészalkai járást érinti. A hálózat fejlesztés során összesen 290 km hosszú optikai kábelt használnak majd fel, annak érdekében, hogy elérhetővé váljon a legalább 30 megabit per szekundum gyorsaságú internet. Nyílt nappal várta a nyíregyházi kórház a kismamákat, a várandós érdeklődők megnézhették a szülőszobákat, tájékozódhattak az alternatív szülési lehetőségekről és a papás-mamás szülésről is. A születés hete alkalmából szervezett nyílt napon elhangzott, országos viszonylatban a Józsa András Oktatókórházban születik a legtöbb gyerek, évente mintegy 3500-3600. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 28-án pénteken. A hétvégén heti hírösszefoglalónkkal, a krónikával jelentkezünk, hétfőn pedig friss hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében kellemes hosszú hétvégét kívánok, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Lassan kelet felé mozdul a felettünk lévő frontzóna, így estétől a keleti országrészt is elárasztja a hűvös levegő. Reggelig erősen felhős, borult lesz az ég, ismétlődő eső várható. Este helyenként zivatar is kialakulhat, a nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggel általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, már csak kisebb eső lehet. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap a Tiszántúlon még eshet, máshol kicsi a csapadék esélye. Hétfőn több órára kisüt a nap, de nem várható csapadék, kettől pedig ismét felhősebb idő várható, és minden nap számíthatunk záporokra, egy-egy zivatar is lehet. A hőmérséklet a sok évi átlag körül alakul.